Túlélnéd a pokol hetet? Bírnál 5 napon keresztül edzeni? A Hell Week egy hírhet és rendkívül megterhelő szakasza a US Navy SEAL katonai kiképzésnek. Ez a világ legkeményebb katonai kiképzése, amelynek célja az, hogy a jelölteket a végtelenségig merítse ki. Fizikailag, mentálisan és szellemileg is egyaránt. Időtartam és napi beosztás. Ebben az időszakban a jelöltek szinte folyamatos fizikális és mentális kihívásokkal szembesülnek, összesen mindössze 2-4 óra alvással az egész hétre. 5,5 napig tart, általában vasárnap este kezdődik, és péntek délután ér véget. A hét különböző evolúciós szakaszokra van felosztva, amelyek rendkívül intenzív kiképzési gyakorlatokat tartalmaznak, hogy szimulálják a harci körülmények szélsőségeit. Vasárnap este. A Hell Week a Breakout nevű kaotikus beavatással indul, amely során a jelöltek szimulált harci körülményekkel, hangos zajokkal, robbanásokkal és intenzív fizikai tevékenységekkel szembesülnek. Ez megadja az alaphangot az elkövetkezendő hétre, és azonnal próbára is teszi a jelöltek mentális kitartását és ellenálló képességét. Hétfőtől szerdáig. A Hell Week magja folyamatos fizikai és mentális kihívásokból áll. A jelöltek hosszú távú futásokkal a tengerparton, kimerítő úszásokkal a hideg óceánban és rönk cipeléssel a fejük felett, illetve brutális akadálypályákkal szembesülnek. Ezen kívül részt vesznek csónakos gyakorlatokban is, ahol felfújható csónakokat, úgynevezett IBS kell átcipelniük a veszélyes terepeken. A csapatmunkait rendkívül fontos, mert sok feladat összhangolt erőfeszítést és kölcsönös támogatást igényel. A fizikai igénybevétel könyörtelen, szinte nincsenek szünetek, és a jelöltek fizikailag teljesen kimerülnek. Viszont mielőtt tovább mennénk szerdától csütörtökig, hadd mutassam be ezt a kettő applikációt egy pár szóban. Magyarország legelső online személyedző applikációja az ATPB Fitness átalakult és iTrainer néven fut tovább. Ez azok akárcsak az előző, szintén arra lett kifejlesztve, hogy segítsen fitness céljaid elérésében, legyen az fogyás, izomépítés vagy éppen súlytartás, itt viszont jóval több hasznos funkció lett beépítve, biztosítva ezzel a maximális felhasználói élményt és elégedettséget. Rengeteg kinti, saját testsúlyos gyakorlattal bővült, olyan gyakorlatokkal, amikhez nincs szükséged edzőtermi eszközökre vagy súlyzókra, ugyanis a legközelebbi edzőparkban, de akár otthon is könnyen elvégezhetőek. Több mint 260 gyakorlatot tartalmaz leírással és rengeteg hasznos tippel különféle edzésmódszerek alkalmazásáról. Az iTrainer akárcsak egy jó személyedző, végig kísér edzéseden, jelzi a súlyt kell csökkentened vagy növelned egy adott gyakorlatnál, illetve az elvégzett edzéseidet össze tudod hasonlítani az edzésnaptárban is, ahol szintén be tudod ütemezni edzéseid dátum szerint, így az app csak az aznapi edzésedet mutatja. Rengeteg sok hasznos funkcióval büszkélkedik, és jó hír, hogy az első 7 napos próbaidő ingyenes. Az appnak vannak alapból ingyenesen használható funkciói is. Az elvégzett edzéseiddel pontokat gyűjthetsz, így az app árát könnyedén visszakeresheted csupán azzal, hogy edzel. Légy részete is Magyarország egyedülálló profi, személyedző alkalmazásának és segítségével alakuljunk át együtt. iTrainer, az app, ami tanít és átalakít. Szeretnél egészségesen étkezni, forrába kerülni, de nem értesz a főzéshez és a kalóriaszámláláshoz? Akkor ajánlom figyelmetbe az iFoodie applikációnk, ami Magyarország legelső kalóriaszámláló főzős applikációja több száz bővülő receptgyűjteménnyel. Az iFoodie egy profi étrend tervező, recept elkészítő és kalóriaszámláló applikáció, ahol az app végigvisz az ételek elkészítésén lépésről lépésre videóanyag segítségével. A receptek elkészítéséhez nem kell profi szakásnak lenned, így egészen kezdőszintől kezdhetsz el tanulni sütni, főzni. Az applikációban több száz recept található, amit állandóan bővítünk, így az étrendet sem válik monotonná. Emellett össze tudod állítani étrended, ki tudod számolni bármelyik étel kalóriatartalmát az app kalóriabázisának segítségével. Akárcsak a fitness applikációnkban, itt is nyomon tudod követni a fejlődésed grafikon segítségével. Tégy egy próbát, töltsd te is, nem fogsz benne csalódni, hidd el, és a legjobb, hogy az első 7 napos próbaidő ingyenes. iFoodie, az app, amivel a sütés-főzés gyerekjáték. Az online klienseim pedig ezt ingyen kaphatják, aki részt vesz a programomban, bármelyikben ingyen használja. És megemlíteném az online edzésemet is, vannak edzésképzések is nyilván a weboldalamon, és személyre szabott edzéstervek és étrendek, van kezdő, középhaladó és haladó szint, és csomagokban van, hogy standard, plusz, premium és VIP. Ha akit érdekel, szeretne lefogyni, leszállkásodni, vagy feltömegelni, izmot építeni, az nyugodtan keressen bátran az itt található weboldalamon, vagy pedig az e-mail címemen keresztül.
vissza a videóhoz! Szerdától csütörtökig. Az Around the World néven ismert szakasz általában kimerítő csónakázó gyakorlatokat tartalmaz. A jelölteknek az óceánban kell navigálniuk, gyakran erős áramlatokkal és hideg hőmérséklettel szemben. Ezen a ponton a kimerültség és az alváshiány már jelentősen megterheli a jelölteket, és sokan küzdenek azért, hogy lépést tartsanak. Az oktatók folyamatosan figyelik a jelölteket, a fáradtság és a gyengeség jeleit keresve. Különböző technikákkal ösztönzik a jelölteket, hogy még keményebben dolgozzanak, és próbára teszik, hogy képesek-e extrém stressz és kimerültség mellett is működni. Csütörtöktől péntekig. Az utolsó napok leginkább mentálisan megterhelőek, a jelölteket a határig hajtják fizikai kimerültség, hideg, éhség és alváshiány kombinációjával. Kivételes mentális erőre van szükség, mivel a feladás kísértése egyre nagyobb lesz. Ez a szakasz gyakran tartalmazza a Surf Torture nevű gyakorlatot, amely során a jelölteknek a hideg hullámokban kell feküdni, hagyva, hogy a víz ismételten rájuk csapódjon, ami kihűlést és kimerültséget okoz. Ezt a gyakorlatot azért fejlesztették ki, hogy megtörje a jelöltek akaratát, és hogy kiderüljön, hogy ki rendelkezik mentális erővel a folytatáshoz. Cél és pszichológiai hatás. A Hellweek kritikus szerepet játszik a SEAL kiképzési folyamatban. Célja az, hogy szimulálja azokat a külsőséges körülményeket, amelyekkel a SEAL-ek a valódi missziók során szembesülhetnek. Fizikai gyakorlatok és az alváshiány kombinációja olyan kontrollált környezetet teremt, ahol a jelölteknek extrém stressz mellett is működniük kell, hasonlóan ahhoz, amit a harci helyzetekben tapasztalnának. A Hellweek pszichológiai aspektusa pont annyira fontos, mint a fizikai. Az oktatók szándékosan olyan helyzeteket generálnak, amelyekben a jelölteknek szembe kell nézniük félelmeikkel, kételyeikkel és fizikai fájdalmaikkal. Ahogy már említettem, itt a cél az, hogy azonosítsák azokat, akik rendelkeznek a szükséges mentális keménységgel, alkalmazkodó képességgel és kitartással ahhoz, hogy Navy SEAL-ekké váljanak. A hét egy mély karakterpróba, ahol még a legerősebb és a legjobban felkészült jelöltek is megkérdőjelezhetik a döntésüket. Kiesési arányok. A Hellweek hírhet a magas lemorzsolódási arányáról, és történelmileg a jelöltek 75%-a, vagy akár annál több, nem tudja befejezni a Hellweeket. A legtöbb feladás az első napokban történik, amikor a fizikai és mentális megterhelés túl nagy lesz sokak számára. Akik nem adják fel, és akiket nem ejtenek ki egészségügyi okokból, általában olyan alapvető tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek szükségesek a SEAL-ek kiképzésének folytatásához. Következmények és felépülés. Azok számára, akik túlélik, a Hellweek az egy jelentős mérföldkő, azonban ez még csak a kezdet. A sikeres jelöltek általában súlyos fizikai kimerültséget, súlyvesztést és kisebb sérüléseket szenvednek el a szélsőséges körülmények miatt. Ezt követi egy felépülési időszak, amikor a jelölteknek lehetőségük van meggyógyulni és regenerálódni, mielőtt folytatnák a SEAL program többi részét. A Hellweek teljesítése a SEAL-ek között igazi becsületjelvény, amely azt jelzi, hogy a jelölt képes elviselni a SEAL missziók megpróbáltatásait. Ez egy meghatározó pillanat, amely a jelölt átalakulását jelzi rekrutából SEAL-lé. Te mit gondolsz erről? Te vajon képes lennél ezt teljesíteni? Ha készen állsz te is a fizikai és mentális megpróbáltatásnak, és szeretnéd az életed formáját elérni, átalakulni, akkor fordulj hozzám bizalommal, elérhetőségemet itt találod, illetve küldesz nekem e-mailt is. A következő videóig mindenkinek, peace!